Sziasztok, Iván más vagyok. Baptista Egyháznál dolgozom, mint utazó evangélista járom az országot és szolgálok különböző helyeken. Több iskolában is megfordultam már, akár Sunday is találkozhatatok már velem. És egy fontos, rövid, de nagyon fontos témával készültem nektek ma. pedig a témának az lenne a címe, hogy mi az evangélium. Az evangélium azt jelenti, hogy jó hír, öröm hír, Szerintem hallottatok már ti is biztosan erről a hitoktatóitoktól, és szeretném röviden három pontban összefoglalni nektek, hogy mit is jelent konkrétan az evangélium. Az első pont az az lenne, hogy amikor az Isten megteremtette az eget, a földet, abban a hét napban sok mindent, biztos hallottátok már a teremtés történetet, akkor azt olvassuk, hogy az Isten és az ember között egy tökéletes kapcsolat volt. Egy szuper, tökéletes, minden értelemben hibátlan kapcsolat volt. Az Isten minden nap lejött az emberhez, minden nap találkoztak, beszélgettek, együtt voltak. Aztán történt egy csúnya dolog. Mi ez szerintetek? A bűnbeesés. Igen. Ádám és Évánál olvassuk ezt hogy, hogy bűnbe estek, vagy olyan dolgot követtek el, mit is jelent a bűn? vagy olyan dolgot követ, elkövetni, ami, ami, az Istennek nem tetsző, ami az Isten ellen van. Mi lehet ilyen? Nem csak Ádám és Éva követett el ilyeneket, hanem naponta te is és én is követünk el ehhez hasonló dolgokat. Ilyen lehet például az, hogy hazudunk a szüleinknek, vagy becsapjuk a barátunkat, vagy én, mint férfi például egy más nő után nézek, vagy egy más nőt kívánok a feleségem helyett, ezek azok a dolgok, amikre azt mondja a Biblia, hogy bűn, amik elválasztanak bennünket az Istentől. És az Isten és az ember a bűn miatt elválasztódott egymástól. Ez a tökéletes kapcsolat, ami volt közöttük, az tönkrement. És <coughs> itt jön a második pont, volt a bumbersés, amiről beszéltem. A harmadik pont itt lép, itt lép életbe, mégpedig azt olvassuk, hogy Istennek nagyon-nagyon fontos volt az, hogy ez a kapcsolat újból helyreálljon. És mint egyszer és mindenkori végleges megoldást, küldte el Jézust, aki helyreállította az ő halálán keresztül az Isten és az ember között a kapcsolatot. És egész pontosan ez azt jelenti, az evangélium a jó hír, hogy te és én az Istennel újból ilyen szoros kapcsolatban kerélhetünk. Mit kell ehhez tennünk? Azt mondja a Biblia a Róma 6.23-ban, hogy a bűn a halál, a bűnnek a füzettsége, a következménye a halál, az Istennek a kegyelme, a kegyelmi ajándéka az örök élet. Mit kell csinálnunk egy ajándékkal? Egy ajándékot el lehet fogadni, vagy el lehet utasítani. Amit itt olvasunk ebben, hogy az Istennek az ajándéka, amit így felkínál nekünk egy, egy tálcán, hogy úgy mond, hogy szeretlek téged és szeretném, ha ez a kapcsolat, ami elromlott, amire a Búni ide közé jött, az újból helyreállhatna. És ezért elküldte az ő fiát, Jézust, aki meghalt a te és az én bűneimért egyszer és mindenkorra. Ebben nincsen olyan, hogy hát, amit tegnap csináltam, azt lehet, a mai nem, hát, azt nem biztos, nem tudom. Nem, nincs ilyen. Tudjátok, ez benne a szuper, ez benne a fantasztikus és tökéletes, de az Isten úgy szeret bennünket, ahogy vagyunk, szeretnék egy nagyon rövid, csak egy mondat erejéig visszakanyarodni a teremtés történethez. Azt mondja, minden este, akkor megteremtett valamit az Isten, azt mondja arról, hogy az jó. És tudod, ez egy szuper és egy nagyszerű hír a számodra is. Ugye azt mondja az Isten rólad, hogy te jó vagy. Azt mondja az Isten rólad, hogy te értékes vagy, szeretlek téged, szeretnék az apukád lenni. Egy olyan apuka, aki úgy szeret, hogy vagy. Egy olyan apuka, aki soha nem bántana meg téged, semmilyen módon, hanem szeret, szeretne átolálni téged. És ez az Isten megtett mindent annak érdekében, hogy te és én egy boldog, örömteli életet élhessünk, mégpedig Jézus által. Jézus eljött, meghalt a keresztem a te és az én bűneimért, és ha te ezt elfogadod, és kéred Istent, hogy állítsa helyre ezt a kapcsolatot te közötted, és ő közötte, újból ilyenné, egy ilyen szoros kötelékké kapcsolatta, akkor ezt nagyon szívesen szeretném a megtenni. Egy dolgot kell hozzá tenned, azokat a bűnöket, amik elválasztanak az Istentől, amit mondtam, amik széthúznak bennünket, azt le kell tenned az ő kezébe. Jézus azért jött le, ezért halt meg, hogy kifizesse egyszer és mindenkor ezeket a bűnöket, és ha te oda jössz hozzá, és kéred tőle, hogy bocsássa meg a te bűneidet is, ahogy én is megtettem ezt, 14 éves koromban. És azóta elmondhatom nektek, hogy az Istennel egy olyan életet élek, amiről előtte nem is álmodtam olyan boldog, nem nehézségek nélkül életet, de tudom azt, hogy kihez jöhetek az életem gondjaival, problémáival, nehézségeivel, vagy örömeivel és minden egyéb mással. Akár a házasságomban, akár a gyereknevelésemben, akár a munkámba területén, mindegy, hogy miről legyen szó. Az Istenhez jöhetsz bármikor, bárhogyan, ahogy vagy. Szeretnék most egy imát elmondani, és ha szeretnéd, Megértetted, hogy miről szól az evangélium. És szeretnéd azt, hogyha a kapcsolat az Isten és te közötted újból ilyen legyen, akkor mondd utána ezt az imát. Ez az evangélium, ez egy döntés, amit ma meghozhatsz, és elindulhatsz ezen az úton az Istennel. Szeretném ezt most elmondani, hogyha te is így gondolod, és szeretnéd ezt abban a helyzetben, amiben vagy, jönni az Isten elé, akkor kérlek mondd utána egyszerűen ezt az imát magadban, és most szeretném így elkezdeni. Istenem, köszönöm neked azt, hogy te megteremtettél, és hogy vágyakozol a kapcsolatra én velem. Istenem, köszönöm neked azt, hogy te szeretsz engem, és elfogadsz úgy, ahogy vagyok. Istenem, köszönöm neked azt, hogy elküldted a te fiadat, az Úr Jézust, hogy általa lehessen nekem is a bűneim bocsánata és örök életem. Én szeretnélek téged most kérni, hogy jöjj és költözz be az életembe a szívembe, és szeretném meghozni ezt a döntést, hogy veled ma elindulok ezen az úton. Kérem az én bűném bocsánatát, és kérem, hogy adj nekem örök életet, már most itt, és aztán nálad fönn a mennyben is, és kérlek, hogy te vezesd az életem minden napját lépésről lépésre. Amen. Tudod, ha elmondtad ezt az imát, akkor biztos lehetsz abban, azt mondja a Biblia, hogy örök életed van ez egy nagyon jó hír, ez egy örömhír, és talán a legjobb és a leg, legörömtelibb hír, amit valaha is hallottam, és amit valaha is elmondhattam, ezt szerettem volna veletek ma megosztani. Isten áldjon menteket, szép napot!